Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Ellátogattunk egy láthatatlan vacsorára. Nem azt kell elképzelni, hogy nem került étel a tányérra. Nagyon is finom fogásokat szolgáltak fel, de a résztvevők nem láthattak belőle semmit. Kétségbejtő, amikor az ember nem látja, kik vannak körülötte, milyen környezet veszi körül, és mi történik közvetlenül mellette. Rengetegen élnek köztünk, akik részlegesen vagy teljesen elveszítették szemük világát. Bizonyok is közlekednek, bevásárolnak, étterembe járnak, azaz teljes értékű életet élnek. De vannak olyan helyzetek, amikor segítségre szorulnak, akár ismeretlenek segítségére. Láthatatlan vacsorát kínáltak az egyik belvárosi étteremben. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem került étel a tányérra, nagyon is finom fogásokat kaptak a vendégek, csak éppen nem láthatták azokat. Az esélyegyenlőség jegyében szerveztek szemléletformáló érzékenyítő programot a középiskolásoknak. Már az étterembe is bekötött szemmel érkeztek a fiatalok, a küszöb átlépése és néhány lépcsőfok leküzdése is kihívás volt, pedig egy társuk és a fehér bot is segítségükre volt. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, megkezdődött a vacsora szervírozása. Azt azonban, hogy mi került a tányérba, nem tudták előre. Eléggé furcsa érzés, inkább rémisztő, de szerintem nagyon érdekes. Félek, hogy kiverek valamit a tányéromról. Vagy hogy kiborítom az innivalómat. Ja, tényleg van innivaló. Hogy sikerült felismerned az étel? Tehát, hogy mit eszel? Hát először az illatáról. Nagyon iszonyatosan biztos voltam benne, hogy van benne káposzta, mert ugye annak erőteljes illata van. Utána a villámmal éreztem, hogy van valami krémes benne. Azt tippeltem, hogy krumplipüre, és megkóstoltam utána, tényleg az volt. És eddig csak egy húst ismertem fel, bár szerintem sokkal több van a tányéron. A rántott húst, azt is az íze alapján, úgyhogy igazából mindent csak íze alapján ismertem fel nagyjából eddig. Szerinted mi ennek a mai napnak a tanulsága? Hát ez biztos, hogy érdemes mindent kipróbálni. És hogy mások élete lehet sokkal nehezebb, mint a miénk. A láthatatlan vacsorát a Fejér megyei család esélyteremtési és önkéntes ház szervezte. Braun Katalin szerint az érzékenyítés akkora leghatásosabb, ha a gyerekek saját tapasztalataiból tanulhatnak. Fő feladatunk a társadalmi befogadásnak az elősegítése, és úgy érezzük, hogy ezt minél fiatalabb korban kell kezdeni. A másik pedig az, hogy saját tapasztalat, saját élmények alapján sokkal könnyebben lesznek befogadók, és esetleg segítenek a fogyatékossággal élő személyeknek. Miért pont ezt a programot választottátok egyébként? Miért pont ezt a formáját? Hát ez igazából az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az esélyteremtési főosztálynak volt egy kötelezően kiadott feladat. Ezt más megyei hálózatnál, irodánál már bevett szokás és hagyományként űzik ezt a programot. Ennek az a neve, hogy láthatatlan vacsora. Idén mi is kötelező programként megkaptuk, és azért őket választottuk, a C-csoportunk, a középiskolás korosztály, és azért velük vettük fel a kapcsolatot a József Attila kollégiumnak, a Teleki Blanka gimnáziumnak az Arany János programos diákjaival, mert náluk már tartottunk többször szemléletformáló programokat, szociopolival voltunk náluk, és nagyon nyitott, nagyon vidám és befogadó társaság. A rendezvény során arra is felhívták a figyelmet, hogy a fiatalok miként segíthetnek a látássérülteknek, például a közlekedésben, a tájékozódásban, vagyis a mindennapokban. A gyerekeket a délután folyamán a maga is gyengén látó Matis Mónika kalauzolta el a láthatatlan világba. Azt gondolom, hogy azért fontos, mert hogy különbözőek vagyunk, ők még gyerekek, ők nagyon fogékonyak ezekre a témákra, és minél előbb találkoznak ilyen témával, annál természetesebb lesz nekik ez az egész. Mi az, amit mindenképpen át szeretnél nekik adni a mai nap folyamán? Hát gyakorlatilag azt, hogy a látássérült ember nem a holdról jött, ugyanolyan ember, mint bárki más, hétköznapi dolgai vannak, ő is tanul, dolgozik, gyereket nevel, háztartást vezet, és hogy igazából nem mások vagyunk, csak azt lehet mondani, hogy különleges igényű emberek.
Miért fontos egyébként erre egy külön felhívni a figyelmet? Tehát, hogy ők ezt így maguktól lehet, hogy nem tudják? Előfordulhat az, hogy nem tudják, hogy nincs ilyen az ő környezetükben, nem beszélnek róla. Ez nem találkoznak ilyennel. És nyilván fontos az, hogy minél többet tudjunk egymásról, megismerjük egymást, mert hogy csak így fogjuk tudni elfogadni a másikat, meg megismerni, megtudni azt, hogy hogyan lehet a másikhoz közeledni, mi az ő speciális igénye, és hogy így lesz igazából szerintem az integráció tökéletes. És nekik hogyan kell közeledni, hogyan kell segíteni? Mindenképpen azt gondolom, hogy először a látássérült ember nyisson, hisz ő az, aki kisebbségben van, azt mondom, hogy szerencsére kisebbségben van, és neki kell megmutatni azt, elmondani gyakorlatilag egy használati utasítást, hogy tudnak velünk bánni egyáltalán, hogy például a helyes szóhasználatot. Sokszor az előfordul, hogy kerülik azokat a kifejezéseket, hogy látni, nézted viszontlátásra, tehát hogy ezeket ők vak. Ez a szó időnként úgy távol van tőlük, és ezt úgy jó tudatosítani bennük, hogy a látássérült ember is ugyanezeket a szavakat, a kifejezéseket használja. Ezen kívül egyébként mi az, amiben ők tudnak segíteni a látássérülteknek? Közlekedésben mindenképpen, mindennapi dolgokban, akár soha nem tudhatjuk azt, hogy a családba mikor kerül be egy látássérült, vagy valaki mikor válik látássérült, és sajnos ezzel is számolni kell. Egy baleset során bekövetkezett változással mindenképpen kell kezdeni valamit. Akár a munkahelyen is találkozhatnak, az iskolában is találkozhatnak látássérült emberrel, és azt hiszem, hogy az teljesen jó, hogyha ők már fölkészülten tudják fogadni, vagy illetve nem éri őket meglepetést. Szent Györgyi Albert orvosi díjat vehetett át Tokodi István gyermekorvos. Ezeket a díjakat azoknak az orvosoknak adományozzák, akiket a szakmai zsűri mellett pácienseik is érdemesnek tartanak rá. Tokodi István gyermek gastroenterológus és koraszülött szakorvos már 27 éve dolgozik a kicsik és nagyobbak gyógyulását segítve. Az idén először átadott Szent Györgyi Albert orvosi díj, amelyet a közönség ítélt meg számára, nagyon sokat jelent a doktornak, az otthonában kapott helyet. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, meg is lepődtem, hogy egyáltalán jelöltek a betegeim erre a díjra, és így most már a díjat átvéve, és látva azt, hogy kik kapták még meg rajtam kívül, azt gondolom, hogy nagyon nagy elismerés. Hogyha így a szakmai útját nézzük, akkor ezt már kiskorában eldöntötte, hogy orvos lesz, vagy ez hogyan kezdődött így az orvoslással való kapcsolat? Hát szerintem én teljesen olyan gyermek voltam, mint bármelyik más gyermek, úgyhogy nem orvos akartam lenni elsőként. Ez körülbelül a gimnáziumi éveim alatt kristályosodott ki elsősorban. Már kicsit felnőttesebb fejjel látva azt, hogy apám, aki szintén orvos, ő felnőtt házi orvos volt, látva, hogy ő mennyire elhivatottan űzi ezt a foglalkozást, amit ugye pont ezért hivatásnak is nevezünk inkább. Az ő példája volt talán az, ami elindított abba az irányba, hogy a gimnáziumi tanulmányaimat már úgy folytassam, hogy az egyetemre, az orvosi egyetemre jelentkezzek. A gasztroenterológia, mint szakterület az, hogy jött is főleg, hogy a gyermekgyógyászaton belül a gasztroenterológia? Hát az egyetem elvégzése után, talán már az utolsó éven, az egyetem utolsó évében döntöttem el, hogy gyerekgyógyász leszek. És a gyerekgyógyászatra, a szakvizsgára való készülés során, illetve hát a mindennapi élet során derült ki, hogy nekem talán a gasztroenterológiai dolgok iránt a táplálkozás, a gyomorbérrendszeri betegségek iránt van affinitásom. És így döntöttem úgy, hogy gasztroenterológus leszek. Szent Györgyi Albert 80 évvel ezelőtt vehette át az orvosi és fiziológiai Nobel-díjat.
Az évforduló alkalmából hozta létre a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány a Szent Györgyi Orvosi Díjat azzal a céllal, hogy elismerjék azoknak a szakembereknek a munkáját, akik elhivatottsággal praktizálnak, szakmai rátermettséggel fordulnak a paciensekhez. Hogyan tudja a gyerekekkel, a szülőkkel közölni a különböző betegségekkel szembeni gyógymódokat, illetve hogy hogyan lehet tovább haladni egy-egy állapotból? Mennyire fogadják el a tanácsokat ma az emberek? Igen, hát a manapság ugye a internet korában a szülők számára minden információ hozzáférhető, tehát nagyon sokszor már egyfajta alap koncepcióval azt mondanám érkeznek a betegek szülei a rendelésre, és a nehézséget nem is az okozza, hogy az ember felállít egy diagnózist és annak elmagyarázza a lényegét, hanem a már esetleg más forrásból megszerzett információknak, vagy téves információknak a módosítása a szülők fejében, az jelenti igazából a nagy nehézséget. De általában azért követik a tanácsokat, és a megbeszéltek szerint próbálnak élni a gyerekek és a szülők? Igen, tehát amikor eljutnak az orvoshoz, hozzám egy gasztroenterológushoz, akkor az általam elmondottakat én úgy veszem észre, hogy megfogadják, tehát sokkal inkább hisznek a szakorvos szavának, mint az egyéb helyekről összeszedett információknak. De még egyszer mondom, hogy annak a elmondása, annak a meggyőző módon történő interpretálása, hogy a máshonnan összeszedett információk azért nem teljesen felelnek meg a valóságnak, az nem kis erőfeszítést igényel. És akkor egy kicsit még visszatérve a díjra, ugye, ha jól tudom, akkor a páciensek szülei voltak, akik kezdeményezték az ön jelölését. Mit mondtak egyébként önnek, hogy miért gondoltak önre? Hogyan gondoltak? Hát nekem a másik szakvizsgám és a másik, hát azt mondanám, hogy a szerelmem a gyerekgyógyászaton belül a koraszülött ellátás, úgyhogy én koraszülött szakorvos is vagyok, és nem tudtam, hogy kik jelöltek. Tehát kaptam otthonra egy e-mailt, amire reagáltam, csak az a levél volt odatéve, amit elküldtek a szülők, amivel indokolták, hogy engem szeretnének azok között látni, akiket a díjra jelöltek. Összegezve mert két szülőpár is volt, aki jelölt engem, talán a szakmaiságot és a gyermekük problémájával való empátiát emelték ki leginkább azok között, ami miatt engem javasoltak ennek a díjnak az elnyerésére. Az, hogy kik jelöltek konkrétan, azt utólag a díjkiosztó során tudtam meg. Tehát nagyon szerények voltak ezek a szülők, nem fették fel tulajdonképpen előttem azt, hogy ők kik is, tehát nekem úgy kellett úgymond kinyomoznom, hogy kikről van szó. Mit gondol egyébként erről a díjról, mert tényleg eddig ilyen nem létezett? Mit jelenthet ez a többi orvos számára, akik most nem kaptak ilyen díjat, de esetleg szeretnék ezt elérni? Én azt gondolom, hogy ez egy követendő példa kell, hogy legyen. Manapság nem árt, én azt gondolom, hogyha az egészségügyben dolgozó nagyon sok kollégát, én is tudnék felsorolni rengeteg kollégát, akik megérdemelnék ezt a díjat. Tehát nagyon sok, tehát követendő példa lenne ez olyan szempontból, hogy nagyon sokan megérdemelnék még ennek a, vagy ehhez hasonló elismerésnek az odaítélését. 12 székesfehérvári orvos volt versenyben a jelöltek között. A kedvenc doktorra jövőre is lehet szavazni, hiszen a rangos hazai díjat a tervek szerint minden évben újra kihirdetik majd.
Az egészséges életmódra való nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Éppen ezért a Kátler-Fehérvár csapata házhoz megy. Középiskolásokat látogatnak meg, és egy-egy rendhagyó tornaóra keretében elmondják, hogy miért is fontos az egészséges életet választani. A gyerekeket, a fiatal korosztályt szólítjátok meg egy programmal, amit nemrégiben indítottatok. Igen, ugye arról van szó, hogy hozzánk már nagyon régóta járnak iskolások, fiatalok, akik sportolhatnak, és egy picit tovább gondoltuk ezt a dolgot, és azt mondtuk, hogy mi lenne, ha kilépnénk innen a terem falai közül, és elmennék az iskolába, mert hát ugye véges a befogadó képességünk, és így is hat iskolából nagyon sok gyermek jön, és a délelőttök, hála Istennek, ha gyermek zsivajtól hangosak, de viszont ez kevés, és pont ezért álltuk ki azt, hogy a Videóton Box Klubbal összefogtunk, és kicsit ilyen sportra nevelős, vagy sportba belekóstoltatós történetet valósítunk meg, ahol azon, hogy tesi óránkra megyünk be, és Kiliti Fecóék tartanak egy 25-30 perces bemutatót, és utána pedig én vagyok, aki beszélget a fiatalokkal, egy kicsit olyan szemfelnyitogatós ez a történet, amit mi szeretnénk ebből kihozni. Nem tudjuk megváltani a világot, de mégis azt gondolom, hogy valahol el kell kezdenünk, és hogyha 30 gyermekből 3-4 egy picit úgy átgondolja és máshogy csinálja az életét, és esetleg a sporthoz kedvet kap, hiszen hát a sport nagyon sok mindent adhat, akkor valami nagyon komolyat tettünk le az asztalra. Tehát mielőtt mondjuk a számítógép előtt elvesznének egy virtuális világban, előtte gondolkodjanak és irány a terem? Gyakorlatilag én arról beszélek nekik pont, és ez az egyszerű hasonlatom, hogy mindenki megnézheti a virtuális világ és a valóság közötti különbséget, hogy melyiket szeretné jobban, hogyha valaki megöleli valóságban, vagy küld neki egy ölelős matricát, melyik a valóságosabb, melyik lesz a jobb. És azt gondolom, hogy nekik a valóságban is kell építeni magukat. Nehéz helyzetben vannak, hiszen hát ugye ez egy olyan generáció, aki már beleszületett abba, hogy teljesen természetes 2-3 éves koruktól akár, vagy 4 éves koruktól a telefon, az okostelefon, a tablet, bármi más egyéb ott van, ami egyrészt lehetőség, én mindig ezt mondom nekik, hogy ez nem rossz, csak az a rossz, hogyha ez az egész használja őket, és nem ők használják ezeket az eszközöket. Vagy azt is mondhatjuk, hogy meg kell találni a megfelelő arányt? Gyakorlatilag azt gondolom, hogy azt kell megtalálni nekik, hogy legyen valami céljuk az életben, mert most nincs. Ez gyakorlatilag csak azért van, mert túl sok lehetőség van. És amikor látják az Instagramon, hogy nem tudom, Los Angelesben valaki egy nagy, mondhatnék egy luxusmárkás autót, és akkor azzal is, hogy csak a jó képek és sok minden, és ezt mindig elmondom nekik, hogy ez nem igaz, valószínűleg bérelte a kocsit, bérelte mindent. És ez az, amire rá kell jönniük, hogy a valóságban kell építeniük valamit, és az, ami még nagyon fontos, hogy az, hogy valaki sikeres, az lehet egy nagyon apró dolog is. És én mindig ezt mondom nekik, hogy nem kell ahhoz 10 000 embernek előadást tartani, hogy valaki úgy érezze, hogy sikeres. Mondjuk nekünk ebből a szempontból, hogy naponta 150-120 gyereknek tarthatunk előadást, egy kis kóstolót, ez ugyanolyan nagy siker lehet. És egyébként ők is megtalálták a saját életükben, hogy sikeresek legyenek, hiszen hát nagyon jó szakmákat tanulnak, és olyan iskolákban megyünk, ahol főleg elsősorban ugye a szakmát tanulnak a fiatalok. És szeretnénk ennek egy kicsit visszaadni az értékét, és felismertetni velük azt, hogy szerintem nagyon értékes lesz itt 5-10-15-20 év múlva, ha valaki a két kezével képes valamit megcsinálni, mert a legtöbben nem, ugyanis annyira bele vannak veszve a virtuális világba, hogy lehet, hogy ott sikeres, és a nem tudom melyik játékot el tudja vinni a legfelsőbb szintig, és a többi, és a többi, de nem tud egy szöget beverni a falba. Ha elromlik valami, áll és csak néz, és gyakorlatilag nem érti, hogy mi van és mit kell csinálni, és azoknak lesz nagyon nagy előnyük, akik viszont a kétkezi munkát is beleteszik, és gyakorlatilag bármit meg tudnak valósítani önmaguk is.
Hogyan lehet népszerűvé tenni a sportot, a testmozgást a srácok körében? Mivel szoktatok készülni? Testi órákat látogatunk. Az első 20-25 perc az igazából box bemutató, de nem feltétlen boxra szeretnénk ösztönözni a diákokat, hanem főként sportra. A maradék 10-15 perc az pedig egy ilyen életmód, életút, tanácsadás Plecser Ádám jóvoltával, amit szintén is hasznosak tartunk, hogy tudatosan éljenek a gyerekek. Mit adhat a sport a testmozgás? Miért fontos? Kitartást, alázatot, akár célokat. Igazából ez egy nagyon összetett dolog, de úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlen része az életnek. Mik a visszajelzések? Abszolút pozitív, meg is kerestek már minket a múlt iskolából, de azt látjuk, hogy nagyon tetszik a gyerekeknek, hogy valaki ezzel foglalkozik, hogy igenis most kell sportolni, igenis most legyenek felkészültek azokra a dolgokra, amik a később várnak rájuk az életben. Azért fontos, hogy eljutass minden fiatalhoz, hogy nem csak e-sportolókat szeretnénk az iskolákból kinevelni, hanem hogy a box is például azért jó, mert az a magánéletben megtanít az alázatra, a tiszteletre és a kitartásra, és ezt tovább tudjak vinni az életbe. Tehát nem csak a versenyszerű sport fontos. Így van, és ezt tudják kamatoztatni az életbe is. Elméletileg 20 perc, gyakorlatilag pedig csak 20 másodperc, amennyit kéne, és amennyit valójában szánnak általában az emberek a bemelegítésre. A következő összeállításban kiderül, miért is olyan fontos erre odafigyelni. A Heti Fit néhány adásában foglalkozni fogunk a sérülésekkel. A mai műsorszám azzal jelentkezik, hogy tulajdonképpen hogy tudjuk megelőzni a sérüléseket. Miért fontos az, hogy odafigyeljünk a megelőzésre? Hát az, hogy miért fontos, ez gyakorlatilag szerintem teljesen egyértelmű. Akinek már volt valamilyen sérülése, az tudja, hogy egyébként ez nem az ő életét nem csak itt fogja befolyásolni esetleg az edzésben, hanem keményen rányomhatja a bélyegét a hétköznapokra, és így módon hát ő esetleg nem tud kirándulni, meg sok minden nem fog tudni csinálni, és így módon hát ugye nem lesznek túl szépek a hétköznapok. És pont ezért is érdemes ezt megelőzni, és éppen ezért nagyon fontos odafigyelni arra, hogy hogyan is csináljuk ezt az egész edzés történetet. És nekünk nagy szerencsénk van, hiszen itt van Árpi velünk, aki ennek a szakavatottja, egyrészt a rehabilitációnak, és másrészt pedig szerintem ő az, aki leginkább, mint sportolókkal sokat foglalkozó ember, fog tudni abban segíteni, hogy mi a helyes technikája, vagy mi a helyes történet, hogyha a bemelegítésről beszélünk. Hogyan álljunk neki a bemelegítésnek? Mire figyeljünk? Hát én azt gondolom, hogy a bemelegítésnek és a maga az egész edzőtermi sportolásnak úgy kell neki állni, hogy először is az ember önmagában tisztázza, hogy mit szeretne. Az egészből mit szeretne csinálni. Alapvetően nagyon fontos, minden edzőteremben van edzők, személyi edzők, teremedzők, nagyon fontos, hogy kérjünk tanácsot tőlük. Ha teljesen amatőrök vagyunk ebben a dologban, ez egy fontos lépés. Ha már egy kicsit tapasztaltabbak vagyunk ebben a dologban, akkor én azt gondolom, érdemes mindenféleképpen először egy jó kardiomozgással elkezdeni a bemelegítésünket, mindenféle előzetes gimnasztika nélkül felpattanunk, akár egy ülő, egy támlás kerékpárra, soha ne kezdjünk futópadon. Mindenki szeret felpattani a futópadra, nem jó dolog, nem vagyunk rá hangolódva, nem vagyunk rá felkészülve, bemelegedve. Én szerintem az egyik legjobb bemelegítési forma támlás ülő kerékpár, illetve az ellipszis tréner. Ezen túl vagyunk, ezen nem kell túl sok időt eltölteni, egy pár perces időintervallummal az embernek a keringése felpörög, impulzusa felemelkedik, szívritmusa is, a légzése is felgyorsul. Utána már rá lehet pattani esetleg egy futópadra, egy lassú, közepes tempói futásra, ha valakinek minden rendben van, el lehet kezdeni a futásokkal. Ezzel meg vagyunk, ez nem kell tovább 5-10 percnél. Ennyi bőven elég, felpörgettünk magunkat, a keringésünk felfokozódott, utána lehet nekiállni a gimnasztikának. Itt mindenki óriási hibába esik, hogy ne kell egyből nyújtani. Nyújtással akar bemelegíteni. Nem lehet.
az nem vagyunk felkészülve, hogy egy félmeleg, félig felpörgetett szervezetet elkezdünk nyújtani, nem jó neki. Gimnasztika, legfontosabb, amit az általános iskolában megtanultunk, illetve ha valaki sportolt vagy nem sportolt, fertőtől talpig be kell melegíteni magunkat. Teljesen mindegy, hogy mit akarunk edzeni egy edzőteremben, funkcionálisan mindent, vagy pedig adott izomcsoportokat szeretnénk edzeni. Valahol minden gyakorlatban minden izomcsoportunk valamilyen részt vesz. Be kell melegíteni izomzatunkat, izületeinket, rugalmasságot, flexibilitást vissza kell nyerni. Ha ezzel megvagyunk, én azt gondolom, akkor neki lehet állni egy megfelelő edzésnek. Mennyi ideig tart egy jó bemelegítés? Én azt gondolom, mindennel együtt mindenkinek rá kell szállni legalább egy 20 percet. És ez csak a bemelegítés. Ez egyébként gyakori hiba, hogy elkerülik itt a bemelegítést? Nem, hogy gyakori hiba, hanem keveset ismerek, aki egyébként rendesen megcsinálja bemelegítést. De azt gondolom, hogy bemelegítésnek nem csak az a feltétlenül az a szerepe van, hogy ne sérüljünk meg, hanem az is, hogy egyébként amilyen teljesítményt szeretnénk nyújtani, abban a maximumot tudjuk adni. Tök egyszerű. Ha én nekem hétköznapi példával próbálok élni, hogyha az ember neki akar állni sprintelni egyből, akkor az úgy meg fogja viselni. De hogyha egyébként egy picit kocogott mondjuk a futásban, egy picit kocog, átmozgatja magát, minden más, teljesen más, hogy fog esni, és ténylegesen valóban egy nagyobb teljesítményt fog tudni nyújtani. Mint ahogy nálunk itt a teremben, ugye az a fontos, hogy edzésről edzésre megpróbáljam meghaladni a saját előző teljesítményemet, ezt pedig csak akkor fogom tudni megtenni, ha jól felkészítettem, előkészítettem magamat, és gyakorlatilag készen állok a feladatra. De az, hogy bejövök az utcáról, és sokat látok, bejön az utcáról, felpakolja a 20-asokat a fekvanyomópadra, aztán kettőt így lendít, és már nyomja is a 120-ba az ismétléseket, hát ez nem sok jóra vezet, vagy nem túl jó fele vezet. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a jövő héten a megszokott időpontban újra találkozunk majd. Hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!